befolyásoljuk is az ő véleményalkotását. Különösen igaz ez, hogyha szemtől szemben teszem fel a kérdéseimet neki. Nem kell, hogy én szóljak, hogy én véleményemet verbálisan közöljem vele. Ő ösztönösen figyeli az élet a kommunikációmat, nézi a szemrezülésemet, a testtartásomat és így tovább. És ő ösztönösen úgy érzi, hogy ő egy vizsgahelyzetben van, és próbál megfelelni a kérdező biztosnak, próbálja a egyébként nem létező jó választ kitalálni. Megfigyeltük azt, hogy sokszor ilyenkor a fogyasztó visszakérdez, hogy jót mondtam, vagy mi a jó válasz. Ilyenkor nagyon nehéz egy olyan magas szintű képzést biztosítani a kérdező biztosnak, hogy még véletlenül se befolyásolja a válaszokat. Nagyon félreviheti természetesen az eredményeket egy ilyen probléma halmazó. A megfigyelésnél nem befolyásoljuk a fogyasztót, itt magunkat is fogyasztónak átlászhatjuk, akár beülhetünk a saját rendelőnkbe, vagy férfeleséget beültetjük, gyereket beültetjük egy tetszés szerint kiválasztott állattal, és figyelje az ottani többi kedves kliensünknek, kuncsaftunknak a magatartását, ők beszélgetnek egymással, milyen korábbi tapasztalatot mondanak el, hogy a doktor úr ezt csinálta, azt csinálta, azért jöttem ide, mert másiknál ezt tapasztaltam, és így tovább. Nagyon hasznos tapasztalatokat lehetünk szert. A kísérlet esetében egy olyan megfigyelésről van szó, amikor a környezeti tényezőket alternáljuk. Hogy egy egyszerű példát mondjak, például változtatjuk a szolgáltatási árakat, persze ez mindig kockázatos, de így pontosan fogjuk tudni, hogy hogyan reagál egy esetleges későbbi stratégiai változásra az ügyfélkörünk. És végül bemutatnám a primer kutatások két nagy típusát, a kvalitatív és a kvantitatív kutatásokat. A kvalitatív, vagyis a minőségi kutatásoknak alapeszköze az interjú. Itt jellemzően szöveget kapok eredménynek, tehát egy struktúrálatlan szöveghalmaz. Ezeket nagyon nehéz elemezni. Olyan szempontból jó, hogy kibeszéli a problémákat magából a válaszadó. Azért írtam ide, hogy szoftverekkel lehet elemezni, mert sokan mondják ezt, alapvetően viszont nagyon nehéz. Sok éves tapasztalat után is nagyon könnyű hibákat elkövetni, hogy egy szoftverre hagyatkozunk. Itt tehát az emberi elmének a magas szintű kihasználása nem megkerülhető egy kvalitatív kutatásnak a során. A kvantitatív kutatásoknál sokkal könnyebb a helyzetünk, itt jellemző eszközünk a kérdőív, és azon belül is jellemzően zárt kérdéseket alkalmazunk, tehát igen, nem, osztályozom 1-től 5-ig, hány százalékban számít az ön véleményalkotásában ez vagy az a paraméter, hány forinttal lenne hajlandó többet fizetni, rakja sorrendbe az alábbi paramétereket, kösse össze, és így tovább. Tehát ő könnyen képes ezeket a kérdéseket megválaszolni. Ezeket